Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Megkezdjük közös nemzetközi sajtótájékoztatónkat. Elsőként felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Miniszterelnök úr! Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem önöket. Különleges nap a mai, hiszen Magyarország legnagyobb szomszédja látogatott el egy miniszterelnöki delegáció formájában Magyarországra. Ukrajna súlyával mindannyian tisztában vagyunk. Legyen szó katonapolitikáról, gazdaságpolitikáról, vagy kereskedelemről. Ukrajna Európa meghatározó állama, és nekünk abban a szerencsében van részünk, hogy szomszédjai lehetünk, amely Magyarország számára egy lehetőséget teremt. Lehetőséget teremt, hogy a jó szomszédság jegyében intenzív és mély kapcsolatokat építsünk ki ezzel a hatalmas országgal. Ráadásul mi félszavakból is értjük egymást. A történelmünk nem áll messze egymástól. Ha azt mondjuk, hogy tatár, török, Habsburg, szovjet, akkor nagyjából mindannyian tudjuk, hogy mire kell gondolni. Ez egy olyan közös történelmi háttér, amely megalapozza azt a barátságot, amely minden mély gazdasági együttműködés alapja a magyarok fölfogása szerint. Ezért a mai megbeszélés, amiért hálás vagyok a miniszterelnök úrnak, arról szólt, hogy hogyan tudjuk erősíteni és mélyíteni, valamint új területekre kiterjeszteni a két ország közötti együttműködést. A legutóbbi napok ciprusi eseményei azok világossá teszik Magyarország számára, hogy az az egyoldalú külkereskedelem, amely jellemzi ma Magyarországot, az korlátot is jelent a számunkra. A magyar export mintegy 75-78%-a Európa felé irányul, mármint Nyugat-Európa irányába, és elhanyagolja, nem használja ki a tőlünk keletre fekvő országok, így Ukrajna által kínált lehetőségeket. A mi célunk a mai tárgyalásokon az volt, hogy ezeket a lehetőségeket ki tudjuk használni. Magyarország komoly perspektívát lát Ukrajnában. Nem tévesztenek meg bennünket a tavalyi év számai, gazdasági számai. A tavalyi év mindenhol nehéz volt, nem csak Ukrajnában, Magyarországon is és Nyugat-Európában is. Az ukrán gazdaság igazi potenciáját tehát nem a 2012-es, hanem az azt megelőző évek számai fejezik ki. És ezért kijelenthető, hogy Ukrajna a jövőben is egy gyors gazdasági növekedésre képes ország marad. Mi magyarok legalábbis így értjük Ukrajnát, így látjuk azt, és ebben a fejlődésben mi is szeretnénk részt venni. Valamint abban is reménykedünk, hogy az erősödő ukrán tőke Magyarországon is az eddiginél nagyobb súllyal jelenik meg. Tekintettel arra, hogy Közép-Európa szintén stabil lábakon áll, Magyarország ennek a régiónak a része, és ebben az évben már gazdasági növekedést várunk a magyar teljesítményben. Ez azt mutatja, hogy Magyarországban van potenciálisan erő arra, hogy kihasználja az ukrán gazdasággal való együttműködés lehetőségét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most röviden ismertetem, hogy mely témákat érintettük a tárgyaláson. Érintettük az energiafüggőség kérdését és a két ország közötti energetikai együttműködés lehetőségeit, ideértve a gáz és a villamos áram kérdését. Érintettünk kulturális kérdéseket, és a ukrán miniszterelnök javaslatára megállapodtunk arról, hogy kulturális napokat fogunk rendezni Magyarországon és Ukrajnában is. Egy ukrán-magyar ösztöndíj program lehetősége is fölmerült, amelyen dolgozni fogunk a következő időszakban. Én a jó indulatát és a támogatását kértem a miniszterelnök úrnak az Ukrajnában tavaly elfogadott nyelvtörvény végrehajtása ügyében, amely az ott élő magyar kisebbség számára fontos. Ez egy lojális, de a nemzeti identitását és kultúráját fenntartani akaró közösség. Így ajánlottam az ott élő magyarokat a miniszterelnök úr figyelmébe. És ehhez a kérdéskörhöz is kapcsolódott a mi számunkra talán legfontosabb téma, ez pedig a határforgalom bővítésének a lehetősége, új határátkelőhelyek megnyitásának a lehetősége, a régiek korszerűsítése és a határokon keresztül haladó kereskedelem logisztikai, infrastruktúrális lehetőségeinek a bővítése. Összességében azt kell mondanom, hogy stratégiai partnerekhez méltó tárgyalásokat folytattunk. Köszönöm a tiszteletet, amelyet a miniszterelnök úr fejezett ki Magyarország iránt. Én is biztosítottam őt, hogy Magyarország a tisztelet kultúrájának jegyében építi a kapcsolatait Ukrajnával. És a tanácskozás után jó reményekkel nézek a minden jel szerint intenzívvé váló és megerősödő ukrán-magyar kulturális és kereskedelmi együttműködés irányába. Miniszterelnök úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönjük szépen. És most felkérem Mikola Azarov urat, Ukrajna miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretném kifejezni az ukrán kormány nevében és az ukrán nép nevében is tiszteletemet a magyar nép iránt, a 1000 éves történelme iránt, és elmondani azt, hogy azért jöttek ide Magyarországra, mi azért jöttünk Magyarországra, hogy megerősítsük a hagyományosan jó kapcsolatainkat, megbeszéljük ezeknek a kapcsolatoknak a további fejlesztési lehetőségeit, és nagy örömmel közelhetem önökkel, hogy ma, és ez jelentős dolog, az ukrán-magyar határt átlépte, hát viccesen fogalmazok természetesen, az első gázmolekula, ami a gázszállítás rendszerben átvonult a szerződések értelmében. Ez minden túlzás nélkül nagyon nagy jelentőségű egyezmény, hiszen ez az energetikai, Ukrajna energetikai függésében egy nagy dobás, és nagyon fontos, hogy ez magyar részről valósult meg. Szeretném mély hálámat kifejezni személyesen a miniszterelnök úrnak, azért, mert elvi megközelítést tart fenn, ami lehetővé tette, hogy a nagyon hosszadalmas és nehézkes párbeszédeket pozitív eredményre hozzuk, és technikailag lehetővé tegyük ezt, és Ukrajnának így megnyílt a lehetősége arra, hogy jelentős gázmennyiséget szállítson saját területére. Ez minden túlzás nélkül rendkívül fontos esemény a kétoldalú kapcsolataink terén. Ennek a pozitív háttérnek az alapján mentek végbe a tárgyalásaink, és ez tulajdonképpen minden
terét, ágazatát, a kultúrát, az oktatást, a gazdaságot, a kereskedelmet érintettünk, vagy a magyar miniszterelnök úr javasolt valamit, és én támogattam például a diákok számára nyújtott lehetőséget, hogy a tehetséges hallgatók, diákok tanulhassanak Magyarországon is, meg Ukrajnában is, a másik országban. Nagyon örülök annak is, hogy a miniszterelnök úr fogadta a tanácsunkat, és meg fogjuk tartani Magyarországon az ukrán kulturális napokat, illetve Magyarországon az ukrán, Ukrajnában a magyar kulturális napokat. A gazdasági területen, az atomenergetika terén folytatjuk az együttműködésünket. Villamosenergia szállítást fogunk biztosítani Ukrajnába, gázt, és ilyen konkrét utasításokat adott a miniszterelnök úr munkatársainak, beosztottjainak, és mi is ezt a munkát fogjuk folytatni. Javítani fogjuk a kombinált áruszállítás terén is a lehetőségeket. Meg fogjuk valósítani a terveinket, szélesíteni fogjuk a már meglévő szállítási hálózatokat többek között a határmenti régiókban. Javítani fogjuk az állampolgárok kiszolgálását is, azoknak az állampolgároknak a kiszolgálását, akik átlépik a határokat. Szeretnénk, hogy a kapcsolatok erősödjenek, szélesedjenek, fejlődjenek, és tehermentesek legyenek azoktól a problémáktól, amik jelenleg még a határ átlépés közben felmerülnek. Ezt megbeszéltük. Természetesen azok a kérdések, amiket a miniszterelnök úr felvetett előttünk, és szeretném önnek kijelenteni, hogy mi ezeket a kérdéseket, miniszterelnök úr, pozitív módon fogjuk megoldani. Érintettük azokat a kérdéseket is, amik Ukrajna európai integrációját érintették. Nagyon örülök annak, hogy a miniszter úr azt mondta, hogy Magyarország folyamatosan támogatni fogja Ukrajna társulási egyezményének aláírását, és minden egyéb kedvezményezést, ami az európai integrációt célozza. Arról is beszéltünk, hogy politikai együttműködés is, milyen politikai együttműködés valósulhat meg ezen a téren. Tehát még egyszer szeretném mély hálámat kifejezni. Véleményem szerint Magyarországnak egy energikus vezetője van, ezért szeretnék neki nagy sikert kívánni, elsősorban Magyarország fejlődése érdekében tett erőfeszítéseiben, és Magyarországnak is minden jót kívánok, és sikeres fejlődést. Köszönjük szépen. Az idő szűkében kérdésekre nincsen lehetőség, viszont most hivatalos dokumentumok ünnepélyes aláírására kerül sor. Elsőként felkérem Szijjártó Péter urat, külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkárt magyar részről, illetve Volodymyr Kozák urat, infrastruktúraügyi minisztert ukrán részről, hogy írják alá a megállapodást Magyarország kormánya és Ukrajna miniszteri kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról. Uraim, fáradjanak az asztalhoz. Розпочинається церемонія підписання українсько-угорських документів. Підписується угода між Кабінетом міністрів України та урядом Угорщини про міжнародне комбіноване перевезення. Підписують міністр інфраструктури України Володимир Козак, державний секретар з питань зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних діяльності канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Петер Сіярто. Thank you.
Köszönjük szépen. Folytatjuk az aláírásokat. Most felkérem Budai Gyula urat, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárát magyar részről, és Alexander Szeny, agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter helyettes urat ukrán részről, hogy írják alá a szándéknyilatkozatot Magyarország Vidékfejlesztési Minisztériuma és Ukrajna agrárpolitikai és élelmezésügyi minisztériuma között a növényvédelem terén megvalósuló együttműködésről. Підписуються меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством регіонального розвитку Угорщини про співробітництво у сфері захисту рослин. Підписують заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олександр Сені, державний секретар Міністерства розвитку регіонів Угорщини Дюла Будаї. Köszönjük szépen. Folytatjuk dokumentumok aláírását. Most felkérem Dobos Erzsébet asszonyt, a HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnökét magyar részről, illetve Juri Muska urat, Ukrajna magyarországi nagykövetét, hogy írják alá a Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Befektetési és Nemzeti Projektek Ukrán Állami Hivatala közötti szándéknyilatkozatot. Підписується меморандум щодо взаєморозуміння між Державним агентством інвестицій та управління національними проєктами України та Агентством сприяння торгівлі та інвестицій Угорщині. Підписують надзвичайний повноважний посол України в Угорщині Юрій Мушка, директор Агентства сприяння торгівлі та інвестицій Угорщини Ержібет Добош. Köszönjük szépen. Végül felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat és Mikola Azarov miniszterelnök urat, hogy írják alá a szándéknyilatkozatot a magyar-ukrán államhatár közúti átkelőhelyének átfogó fejlesztéséről. Підписується меморандум про розвиток контрольно-пропускних пунктів на українсько-угорському державному кордоні. Підписують прем'єр-міністр України Микола Азаров, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Хула папір.
Köszönjük szépen, a sajtótájékoztató ezzel véget ért.